elindul mintázás közben egy párbeszéd, amelyiknél nagyjából tudom, hogy miről akarok beszélgetni, de nem tudom, hogy a válasz milyen vargabetűket csináltat velem, és ebben a vargabetűkben mire, merre, hogy fogok kitérni, és hogy kerülök vissza az eredeti elgondolásomhoz, meggazdagodva-e a válaszoktól, vagy rögeszmésen ragaszkodva magam eredeti elképzeléséhez. Tehát a szobor is tulajdonképpen, ha nem misztifikálok, akkor egy élő társ, amikor dolgozom. Tehát tulajdonképpen köztem és közötte egy furcsa feszültségekkel teli párbeszéd folyik. Ez a párbeszéd persze tömegeknek, viszonylatoknak, arányoknak a párbeszéde. És amikor azt mondom egy szobornál, hogy a fején kell valamit csinálnom, vagy a karján kell valamit csinálnom, akkor ez tulajdonképpen csak a könnyebbség kedvéért mondom ki magamba, hogy tudjam, hogy a tetején kell-e valamit kezdenem. Tehát ennek az, hogy fej, abban a pillanatban, amint szoborról van szó, tulajdonképpen gömbé, tömeggé, arányjá kell változnia. Ha nem nagy képviség, akkor azt hisszük, hogy gondolatainkat, mondani valónkat, amelyik nem biztos, hogy okosabb a többi ember mondani valójánál, vagy több a többi ember mondani valójánál, amikor szoborban tudjuk kifejezni, akkor megkeressük azokat a plasztikai képleteket, azt a szobrászi rendet, amely tulajdonképpen a nézőben újra képes visszafordulni gondolattá, érzelemmé, feszültséggé, drámává, attól függ, hogy miről akartunk mi szobrot csinálni. Somogyi József szobrai különösen kettősek. Fegyelmezett, csöndes tartásuk mögött szinte érzéki szenvedély izzik. A kemény bronzból tüzel az az indulat, amelyel a puha agyagot mintázta, simogatta és feltépte ujjaival. A lázas felületek tiszta, szigorú szerkezetre épülnek, így mondanak himnuszt a szépségről, az egészséges életörömről. Mindegyik szobra egy konokul következetes emberi és művészi magatartás megtestesülése. Sokszor vívódó, töprengő az az indulat, amely létrehozza őket. Az emberről és az emberhez szólás szenvedélye. Köztéri szobrai szerte az országban a nyilvánosság színpadán állnak. Mögöttük munkásságának kevésbé ismert, de épp ilyen fontos részei húzódnak meg. Pedagógusi működése a képzőművészeti főiskolán, és saját örömére készített, ritkábban látható kisplasztikáinak világa. Szobrászatának ezekbe a zártabb, intimebb területeibe pillantunk be most. A világon talán két hely van, ahol a legjobban érzem magam, vagy talán három otthon, a saját műtermembe és itt a gyerekek között. Mióta végeztem, tehát mióta értelmesülő énemmel úgy el tudok számolni, azóta én mindig tanítottam, és a tanításnak tulajdonképpen minden lépcsőfokát végigcsináltam, tehát általános iskolától kezdve művészeti középiskolán keresztül a főiskoláig. Mindenütt, ahol tanítottam, azt hittem, hogy a legnehezebb korban vannak a hallgatóim, és a legnehezebb talán nekik tanítani. Középiskolában azt hittem, hogy ez az élet legnehezebb kora. Amikor átkerültem ide a főiskolára, akkor rájöttem, hogy ez is egy nehéz kor. És ha nem tűnik szemvelgésnek, akkor bizony azt kell mondanom, hogy az élet tele van nagyon-nagyon sok nehéz korral. Nagyon sok dráma zajlik le egy műteremben. Amikor ebben a furcsa párbeszédben, amiben az agyaggal, a szoborral és önmagammal és a gondolattal vagyok, nem úgy válaszol a szobor, ahogy én azt képzelem, ezeknél nehezebb pillanatok nincsenek. Juckám kedves, amiről itt szó volt, annak örülök, hogy végül is hallgatott rám, mert azt hiszem azon vitatkoztunk hosszú ideig, hogy a kar
hol legyen. Na most a karnál megint csak nem karról van szó, hanem arról a formáról, amelyik forma egy aknak egy nagyon jelentős részét, tehát a csípőjét, ami különben hallatlanul szép és gyönyörű, ahogyan ebbe a szerkezetbe a has bele van téve. Tehát vannak olyan motivumok, amiket nem szabad eltakarnunk. Tehát most ugye nem zavarja, hogyha kicsit belenyúlok, mert nem nagyon szoktam belenyúlni, ezt maga úgy is tudja, de mindig bocsánatot kérek, és hogyha nagyon kell, akkor. Itt egy picikét ez a dolog talán szebben van. Itt nem jól van a lába még bedugva. Más a medencéjének a szerkezete. Na most ezt nagyon szépen megcsinálta, és annak örülök, hogy a kart nem ragasztja rá, mert ha ráragasztaná, akkor látja ezt a részt itt nem. Takarná, úgy akkor éreznie kell, hogy itt van egy nagy negatív, amelyik másként negatív, mert ezt a dolgot nem tudja elsikasztani. Tehát, hogy amikor én megfogom a csípőjét a modellnek, vagy valakinek, akkor tulajdonképpen nem a húst fogom meg, hanem azt a szerkezetet, amit nem tudok változtatni. Vannak dolgok, amik változtathatatlanok, és arra kell ráépíteni. Gyurikám, magának nagyon sokszor mondtam, hogy maga egy, ahogyan a szegény Marcsa Pista mondta, egy tehetséggyanús ember, szóval vigyázzon, hogy a grotesz fele nagyon el ne menjen. Tehát ami itt jelen van, akkor meglátja, hogy a has mennyivel szebben, mennyivel tisztában. Szóval itt nem zavarja magát, csak egy picikét belenyúlok. Hát majd. Szóval ez valahol itt tisztában kellene, hogy megjelenjen, nem egy ilyen nagyon kihegyezett dologba. Ez a későbbiekre tartozik, ha majd már összegyűjtött rengeteg ismeretet, és minden, sok mindent tud, akkor már úgy transzponál, és akkor már olyan forma viszonylatokat teremt, amelyek a maga törvényeinek és a maga vágyainak a leginkább megfelelnek. Szóval most, ha itt áll a modell, akkor egy csomó olyan képzetet azért át kell venni tőle, ami szoborrá tud válni, tehát plasztikaivá tud válni, plasztikai élmennyé tud válni, amelyet majd egy későbbi szobornál, a jó Isten tudja hol és mint, fel fog használni. Most gyere ide, most nézd meg, hogy milyen gyönyörű ez a furcsa fordított S betű, amilyen szép a mellkasa, a lába, a lábfeje. Ebből egy kicsikét hiányzik nekem ennek a szép lánynak ez a hallatlan nagy ritmusa, tehát ha nagyon durván bele akarnék nyúlni, akkor valahol ezt a dolgot kellene egy picikét talán jobban követni, nem jól van föltéve a nyaka se talán. Hiányzik tulajdonképpen az a ritmusa, amit egésznek az együttese így ad. Szóval én tulajdonképpen mindig meghatódom, és bocsássa meg, mindig meghatódom egy szép emberen, és úgy örülnék, hogyha annak a plasztikai képletei valahol visszacsengenének, persze nem a natura örömével, hanem már a szoborrá válásnak a gyönyörűségével. Volt egyszer egy növendékem, aki az előbb említett és számon kért mesterség birtokában volt teljes egészében, nagyon-nagyon tudott mintázni, azt mintázott meg, amit akart, és már végzős volt, amikor egy nagyon szépen megmintázott szobra előtt ott álltam, tulajdonképpen kétségbeesve, és azt mondtam neki, hogy ez rémes. És ő is elfehéredett, én is elfehéredtem, és azt kérdezte, hát mester, mi a hibája? Nem tudom megmondani, gyerekem. Mi rossz benne? Nem tudom megmondani, mert jól van megcsinálva a keze, mindene, csak nem szobor. És ebben a rettentő kínos állapotban, amikor már úgy otthagyni készültem, és úgy elmenőben voltam egy ilyen furcsa feszültség, akkor úgy majdnem kétségbe esetlen utánam kiabál, hát mester, hát mi hiányzik belőle? És ez a mi hiányzikra visszafordultam, és azt mondtam, gyerekem, a varázslat. Requiem.
megfáradt bohóc. Furcsa dolog, hogy sokszor a legbizarabb dolgok tudnak egy idő után szoborrá válni. Talán ismerik azt a dózsámat, amelyik egy kő mellett áll megkötözve, és a trón nem a földön áll, hanem ezen a furcsa kövön. Ez a kő hosszú ideig szunnyadt az én kertemben, mint sziklakerti kő, és egyszer egy locsolásnál valahogy a víz úgy mosta ki, hogy kisült, hogy ez egy ilyen tátott szájú cápára emlékeztető ilyen hegyes kristályos kő, amelyek valami szörnyű, összeroppantó állkapottsá váltak. És akkor jött a gondolat, hogy a trónt fogom erre rátenni, mert olyan gyönyörű ez a kő, hogy és egyszerű és megismételhetetlen, még majdnem ilyen értelemben is szimbolikus, mert én azt hiszem, hogy minden egyszerű és megismételhetetlen. Az élettől kezdve a szoborcsinálás öröméig, az együttlétnek sokszor pillanatig tartó öröme, vagy a barátság, vagy a gyerekkor, vagy valami, hogy ez mennyire így van, ha az ember egy bizonyos kort elér, és megpróbál visszamenni gyerekkorának a színhelyére, valami nosztalgiából, valami megismételni akaró vágyból, ha nincs erre felkészülve valaki, akkor óriási csalódás éri, mert megismételhetetlen, mert elmúlt. De lehet helyette találni valami újra, valamit, ami újra szép, újra gyönyörű, és lehet, hogy 10 év múlva ezt akarom már megismételni, újra megismételhetetlen, és folytathatnunk ezt a láncot elég hosszan, amivel azt hiszem meg kell tudni barátkozni, mert így teljes az élet. Nekem is van néhány népművészeti tárgyam, amik között élek tulajdonképpen, tehát nem holttárgyaknak tekintem őket, ha csak egy-egy pillantást is vetve rájuk, mégis részesei a életemnek. Na most én hiszem, hogy jó és rossz értelemben sem lehet, idézőjelbe teszem, büntetlenül vagy hatás nélkül egy tárgy közelébe élni. Van egy nagy 1700 végéről való présem, Balaton környékén vettem, és ez a kertemben áll. Hosszú évekig
ott állt, mint egy népművészeti gyönyörűség. Ez a Prés ott élt körülöttem, illetve én éltem hát valójában körülötte, és tulajdonképpen egyszer egy teljesen váratlan, furcsa asszociációval ez a Prés elkezdett velem beszélgetni, és megelevenedett. A tárgyak legtöbbször a múltat idézik Somogyi József kis plasztikáiban. Az idő mérlegén mérnek életet és halált. A művészet azt hiszem varázslattal teli dolog, és ezért mondom, hogy varázslat is kell, hogy legyen benne, mert attól is varázsos, hogy lehet, hogy minden nap más tud mondani. Ezért időtlen, ezért mindig kell, és azt hiszem, hogy ha eljön egy olyan világ, amit a Nagy Laci csodálatosan mondott, azt hiszem valamelyik interjújában a Kormos Pistával, ha lesz még művészet, akik szeretik, akkor csókoltatom őket.